Szépen élnek a kukoricák ezen a gyulatanyai ültetvényen. Itt összesen 180 fajta található meg a növényből, és szinte mindegyikre elmondható, hogy reménykeltő a mostani állapotuk. Ehhez azonban szükség volt a szokásosnál is csapadékosabb nyára, ami a virágzást és a korai érést elősegítette. Magyarországon közel 900 ezer hektárnyi területen termesztenek kukoricát, a gazdák abban bíznak, az elmúlt évekhez képest idén ugrásszerűen megnövekszik a termés átlag. Március 1-én volt 5,8, március 2-án 5,2 mm csapadék, és utána egész március, április, május végéig szinte semmi nem volt, ilyen 15-20 mm esett 1-2 mm-ből, tehát gyakorlatilag semmi. Május végétől viszont mostanáig több mint 400 mm, tehát én 40 év vagy kint vagyok Gyulatanyán, de még erre nem emlékszem, hogy ennyi csapadék lett volna. Az időjárás tetézte, hogy a májusban volt mínusz 6 fok Gyulatanyán, tehát ami erősen rányomta a kukorica kelés utáni állapotra a bélyegét, ez a repcélés vonatkozik. Az időjárás annyit, hogy utána viszont tényleg annyi van, hogy szerintem most ebben az évben kukoricából is rekordtermés várható. Az elmúlt években a kukorica évi átlagos terméshozama 6 és 8 millió tonna között mozgott, ennél idén jobb lehet a helyzet, ha minden feltétel teljesül. A növény továbbra is az érés időszakában van, a betakarítás előtti hetekben pedig mindenképpen fontos lenne az, hogy száraz legyen az időjárás. A minőségen pont most itt van egy céget, néztük, igaz, hogy ez csemege kukorica, de nagyon meg vannak elégedve, úgy a minősége, viszont a betegségek azok egyre jobban jönnek fel a csemege kukoricába is, illetve az árukukoricába is. Annyit tudok mondani, hogy mondjuk még korai a minőségről beszélni, hiszen még több mint egy hónap van a betakarításig, de szerintem nem hiszem, hogy lesz valami nagy gond. Ha valami brutális időjárás nem jön, akkor nem hiszem, hogy lesz probléma vele. De első most már nem kéne, hogy minél kevesebb vízzel takarítsa be a gazda, mert ugye az az érdekünk, ugye, hogy minél szárazabb legyen, így sokkal több pénzt tud a gazda kihozni belőle a termésből. Hát reméljük, hogy az elkövetkező szeptember-október betakarításig nem lesz most már olyan sok csapadék. Augustinyi András hozzátette, a környező országokban is hasonlóan kedvező a kukorica állapota, így a felvásárlási árakat ebben az évben is az európai piac határozhatja majd meg. Magyarországon egyébként Hajdúbihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legnagyobb a kukorica vetés területe, az egy hektára jutó hozam jellemzően azonban az ország déli fekvésű területein a legmagasabb.